Most itt van. Megtörtént az összekapcsolódás. Farkas Bertalan százados, a Soyuz 36 kutatóhajósa. Ez a Gateway to Space kiállítás itt a Millenárison, ami már másodszor jelentkezik Magyarországon. És ha már visszahoztuk, szerettük volna bővíteni a kiállítást. Ugye az interaktív játékokra helyeztük főként a hangsúlyt. Valaki eljön hozzánk, akkor kipróbálhatja azt, hogy milyen lenne ő, hogyha astronautának adná a fejét. És ebből mit lehet állítani? Hát a saláta növesztés gyorsaságát. De van. És olyan ez olyan lehet, mint az életben, tudod, hogy bejön a minta, és akkor életre lehet kelteni, és ilyen nagy szörny lesz belőle a végén. Okay. Vajon bejön a Kossuth Rádió? Ez az első amerikai műhold. Elég nagy ahhoz képest, hogy az első magyar műhold mekkora, azt tudod, milyen volt? A puli? Nem. Nem tudom. Maszat. Ja. És kb. Ekkora az egész, egy ilyen pici kis doboz. A legnagyobb sikerű játékok bővített formában vannak. Le lehet tenni egy F-14-es vadászbombázót, ki lehet próbálni azt, hogy milyen az, amikor az ember egy kiképzésen vesz részt. Kihagyhatatlan, hogy ezt a dupla giroszkópot kipróbáljuk, ráadásul az újdonság, úgyhogy fáradj előre, kérlek. Azt is oda beszíjazzuk. Húha, nagyon fogtok utálni, hogyha hányok. De én igen! Meg! Miért vállalkozom mindig ilyeneknek?